Cserna Gábor polgármester arról beszélt csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy az elmúlt időszakban sok panasz érkezett a hivatalhoz szóban és írásban egyaránt arról, szennyezett a város levegője, és ebben a város nagy foglalkoztatója a Dunafer a legérintettebb. Amikor 2004-ben, nagyon picit visszalépjek, 2004-ben az akkori kormány, a megyesi kormány privatizálta a céget, nagyon szigorú játékszabályok mentén keretbe foglalva, ugye kötöttek egy privatizációs szerződést, mely amellett, hogy sok mindent tartalmazott, vételárat, ugye erre szoktunk mondani, hogy elkótyavetyélték a vasműt, de emellett tartalmazott térségfejlesztésre vonatkozó dolgokat, és nagyon fontos a légszennyezettség kapcsán, hogy milyen változásokat kell az akkori ugye bizonytalan ukrán-orosz tulajdonosi körnek végrehajtania. Azt szoktuk mondani, hogy ők bármikor elmennek idézőjelbe, mi dunajvárosiak, városkörnyékek, ebben a városban maradunk, és ebben a városban szeretnénk élni a felnövekvő nemzedékekkel együtt. Úgyhogy nagy tisztelettel kérem a Dunafer menedzsmentjét, tulajdonosi körét, menedzsmentjét, hogy 2018. december 31-ig készítsenek egy olyan helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervet, amelyet utána számon is kérhetünk, hogy hogyan próbálják meg egy, betartani a privatizáció szerződésben a légszennyezettség csökkentésére vonatkozó előírásokat, kettő, ha már eddig nem tették meg, az intézkedési terv tartalmazza, hogy mit kívánnak tenni a jövőben, hogy mi, dunajvárosia, zárójel jelzem meg, ugye a menedzsment többsége Budapestről jár le, és hát ugye ők voltak azok, akik a baloldali szavazatukkal a jobbikos képviselőt segítették a parlamenti mandátumhoz, tehát ők voltak azok, akik a baloldaliként a jobbikos képviselőt segítették ugye a taktikai átszavazás révén a parlamentbe, aki szintén Budapesten tartózkodik ugye. Nekünk dunajvárosiaknak, a mi kedvünkért, az élhetőbb városért tegyék meg és lépjék meg ezeket a szükséges környezetvédelmi paraméterek mentén, uniós előírások mentén lévő előírásokat. A kormányhivatal ugye az a szakhatóság, amelynek mind a környezetvédelmi főosztálya, mind pedig a járási hivatala, amely ugye helyben van, jogosult az ellenőrzések elvégzésére. A járási hivatal a következő hetekben soron kívüli helyszíni ellenőrzéseket fog tartani az ISD társaságcsoport telephelyein. Vizsgálni fogják a levegő tisztaságvédelmi megfelelést, ugye ezt így mondja a szaknyelv, és amennyiben engedélytől vagy jogszabályi előírástól való eltérést állapít meg, akkor hivatalból bírságolhat és kötelezési eljárást indíthat, és remélem indít. Hangsúlyozni szeretném, a cél az semmiképpen nem a bírságolás. Tehát nem az, és ezt nagyon hangsúlyoznám, nem ez a cél. Az a cél, hogy a vasmű munkavállalóinak, amely több ezer ember Dunajvárosból és a térségből, a vasmű munkavállalóinak egyértelműen könnyebb legyen az élete e tekintetben, tehát tisztább levegőjű legyen a városon. Hol vannak megítélésünk és a szakemberek megítélése alapján a legnagyobb probléma? A konverteres acélgyártás során, és akkor nagyon röviden, hiszen én magam sem vagyok ennek szakembere, évtizedek óta, ezt köztünk talán a Zsolt ismeri legjobban nyilván témát, évtizedek óta nem megoldott a porkibocsátás megszüntetése. A zsugorító mű, az úgynevezett zsugorító műnél szintén nem megfelelő hatásfokkal működik a porleválasztó berendezés. Ezért is fordultunk egyébként eredendően a kormányhivatalhoz. A Székesfehérvári járási hivatal volt az eljáró egyébként, annak a környezetvédelmi főosztálya. És erről ugye a legutóbbi szeptemberi első nyári szünetet követő rendes közgyűlésen szót is említettem. Elkészült ugyan a konverternél és a zsugorító műnél egyébként egy intézkedési terv, csak a problémám az az, és ezért mondtam, hogy ez év vége, mert ennek a végrehajtási határideje 21. Az egyiknek 21. június 30, a másiknak meg 21. augusztus 31. Most az nagyon távoli
az nagyon távoli. És nagyon jól tudjuk, mindenkinek van az ismerősi körében sajnos olyan egészségkárosodott ember, akinek ugye az egészségkárosodottsága pont az előbb említett okoknál fogva okokra vezethető le. A legszükségesebb esetben pedig ő miniszterelnöki biztos úr segítségét kéri a város, Galambos doktor segítségét, és közvetlen a kormányhoz, illetve annak nyilván megfelelő minisztériumához fogunk fordulni. Mert számunkra, és akkor ezzel zárom, mert számunkra tényleg fontos a város, viszont akkor egy normális körülmények közötti tisztább levegőjű városban szeretnénk élni.